hazaárulónak tartja azokat a bírókat Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke, akik nem értenek egyet a külön bíróságok felállításával, és ennek hangot is adnak. Gatter Lászlóval és Kende Péterrel beszélgetünk. Jó estét kívánok a jogászuraknak! Jó estét! Jó estét kívánok! Nem hajtanék ki a erősebb hazaáruló versenyt rendezni itt ma este, mert hogy egyébként az lenne a témánk, hogy lehetnek bírók, egyáltalán jogász emberek a véleményük miatt hazaárulók, hiszen ha a jogásztársadalomnak nincs véleménye társadalmi dolgokról, jogi ügyekről, akkor kinek lehetne véleménye? De mégiscsak azért ezt úgy felvetem, itt a teljes jogásztársadalmat bélyegzi meg Handó Tünde, vagy kifejezetten a bírókról van most szó, és értsék is úgy a bírók, hogy róluk van szó. Hát egy volt bíróhoz fordult, Gatter. Így van. Én azt gondolom, hogy egy kicsit ezt ki lehet sarkítva, megnéztem, hogy mit nyilatkozott Handó Tünde, egy picit nekem inkább olyan értelmet nyert, hogy mintha azt mondta volna, hogy árulkodnak a bírák nemzetközi fórumon, a nemzetközi bírói szervezetnél. Idézem szó szerint? Igen, olvastam. Ne. Elmondom, hát, ha kedves nézők, ebből a veretes gondolatból kimaradtak. Sajnálatosnak tartom azt, hogy néhány bírótársul magáról és a kötelességeiről, a közösség iránti felelősségről megfeledkezve külföldre szarad és elárulja a hazánkat. Hát, ez a hazaárulás. Ez nem egy szerencsés mondat, ez teljesen egyértelmű, de én emlékszem arra még talán a Megyesi kormány idején volt, amikor ugyancsak a bírói egyesület, a Magyar Bírói Egyesület a nemzetközihöz fordult azért, mert a bírák fizetése az európai összehasonlításban rendkívül alacsony volt, és akkor is elhangzott egy ilyen, talán nem ennyire éles kijelentés, de hogy árulkodnak a bírák és nemzetközi fórumra mennek, de valóban ez nem egy szerencsés kijelentés. Egyetlen egy mentsége van Handó Tündének, hogy ő nem bíró. Ő jelen például hiába a bírónak van válaszadát, mint a hivatalnak az elnöke nyilvánvaló, ő nem bíró, hanem hát mondjuk az, hogy egy igazgatási vezető. Hát igen, de a bírák főnöke bizonyos értelemben. Igazgatási főnöke. Ilyen módon igen. Meg, ha nem bíró, akkor még súlyosabb talán, mert nem magára is érvényesülő mondatot mondott, hanem a saját beosztottjait minősítette. Nekem az a véleményem, hogy nem a bírók az árulók, hanem Handó Tünde áruló. Bíró áruló, vagy áruló bíró, aki a saját évtizedeken át kollégáit most újra elárulta. Csak most sokkal csúnyábban. Korábban mivel árulta? A napi munkájával. Mondok konkrét példát, hogy mivel árulta el. Elhoztam az Országos Bírói Tanács legutóbbi ülésének az összefoglalóját. A győri ítélő tábla összbírói értekezlete, értsük, hogy miről van szó, egy ítélő tábla összes bírája együtt három kérdést tett fel az Országos Bírói Tanácsnak, arról, hogy Handó Tünde tevékenysége, kinevezési gyakorlata konkrétan, törvényes vagy törvénytelen. Az OBT a három kérdésből háromra válaszolta azt, hogy Handó Tünde gyakorlata törvénytelen. Ezt követően a Fővárosi Törvényszék összbírói értekezlete, ahol Gatter Laci elnök volt, az ország legnagyobb bírósága, és az ügyek 40-valahány százaléka? Talán egy kicsit kevesebb. Folyik itt. Őrületes fontos hely. Feltett négy kérdést az Országos Bírói Tanácsnak arról, hogy Handó Tünde gyakorlata, napi munka gyakorlata törvényes vagy törvénytelen. És az Országos Bírói Tanács a négyből négyre válaszolta azt, hogy törvénytelen. Ez valódi árulás. Vagy egy törvénytelen gyakorlat, vagy hát több kérdésre adott erre utaló választ. Lehet, hogy Handó Tündében van egy indulat ma a különböző bírói testületekkel szemben, és azért enged meg magának ilyen megfogalmazást, vagy ez egy politikai üzenet? Hát nehéz nekem ebbe állást foglalni azért, mert az teljesen egyértelmű, hogy Handó Tünde és a bírói kar között egy feszültség tapintható, különösen a tanács
és a hivatalnak az elnöke között, ez abszolút kézenfekvő, és ugye hát abból is látjuk, hogy lemondtak egy csomóan a tagságról, póttagságról, rendes tagságról, fölmerült ugye az is egyáltalán, hogy legitime a tanács működése vagy sem. Daránk Péter elnök ugye azt mondta, hogy legitim, Handó Tünde azt mondta, hogy nem legitim. Tehát nyilván van egy nagy feszültség valamilyen módon, de én inkább ezt az igazgatás... Ne haragudj, hadd menjek közben, egy pillanatra... Aztán az igazgatáshoz visszatérünk. Ne haragudj, csak ezt hadd emeljem ki, hogy gondoljunk bele, hogy micsoda borzalom ez, hogy folyik egy megbeszélés, és az Országos Bírói Tanács jelenlegi státuszáról Handó Tünde kijelenti, hogy az úgy törvénytelen, ahogy van, hogy jelenleg nem legitim a tanács, és ugyanakkor azonnal Darák Péter, a kúria elnöke közli, hogy szó sincs róla. Teljesen. Ki nem tudja itt a jogot? Én azt Sarkítom, tudom. Én azt gondolom, mindenki tudja a jogot, és azt gondolom, hogy itt inkább az indulatok szabadultak el, és feltehetően ezt kezelni lehetne, ezt a kérdést, és kezelni lehetett volna nyilvánvalóan a kinevezési gyakorlatot is, vagy a kinevezési metódust, hiszen nagyon sokszor az a kifogás, és azt minősítik törvénytelennek, hogy nem indokolta meg az elnök azt, amikor eredménytelennek nyilvánított mondjuk egy vezetői pályázatot. Ha én jól olvastam, egyébként pont a bírói kinevezések kapcsán viszont elsöprő többséggel, tehát nagyságrendileg osztotta mindig az előterjesztéseket, és abban nem avatkozott bele Handó Tünde. A vezetői pályázatoknál beleavatkozott, és itt van talán egy olyan differenci, és lehet, hogy azért látom én is másképp ezt a kérdést, mert igazgatási vezető voltam, mint egy 20 évig, hogy az igazgatási vezetés az nem bírói munka, hanem az egy egészen másfajta műfaj, és éppen ezért viszonyul a hivatal elnöke az igazgatási vezetők kinevezéséhez másképpen, mint a bírói tanácsnak a tagjai. Én ezt tagjai. Értem, de az igazgatási de nem vezető nekem kell szintén a jog tartja fogva, persze. Épp úgy, mint bármely a jogot gyakorló ember, mondjuk egy bírót, aki ítéletet hoz. De a jog tehát... azért nagyon szép egyébként, mert lehet magyarázni így is, meg lehet értelmezni amúgy is, és ez a napi munkában is így érezzük. Tehát azért ez de igazgatási ennyire... vezetőnek van arra lehetősége, hogy értelmezgesse a jogot? Igen, persze, ami igazgatási igen, típusú jogszabályban természetesen ő is értelmezheti. Én azt gondolom, hogy itt egyébként még további problémát jelent ez a közigazgatási bíróságnak a fölállítása. És ennek az ellen hajdanában tiltakozott Handó Tünde, nem? Nem tiltakozott, de azt mondta, hogy ez hát valamilyen módon érinteti a bírói függetlenséget, és nem támogatta a hivatal egyébként. De most már igen? Most már támogatja. Most azt mondja, hogy a közigazgatási bíróság egy jó gondolat, és a bírói függetlenséget semmi nem befolyásolja. De én azt gondolom, hogy ez többen voltak így a szakmában, legyen az a miniszter, vagy legyen más is, többeknek változott a közigazgatási bíróság. Vajon mivel győzték meg őket? Hát azt én nem tudom, mivel győzték meg. Látott új érvet? Nem, én szerintem az egész egyébként azért érdekes, mert ugye történt egy új alaptörvény elfogadása, történt egy új közigazgatási perrendtartásnak az elfogadása, tehát bőségesen lett volna mód arra, és lehetőség, hogyha úgy gondolják, hogy föl kell állítani egy önálló bíróságot, ezt megtegyék. Azért gondolják úgy, mert túl sok olyan bírósági ítélet születik, ami nem tetszik, és aminek egyébként a politika hangot is ad mostanában? Én ezt nem tudom, hogy mit gondol a politika, nem foglalkozom a politikával, de az egészen biztos, hogy önmagában csak egy szervezet fölállítása teljesen felesleges, hogyha szakmailag jelen pillanatban helyén van a közigazgatási ítélkezés, és helyén van. Azért, mert egy szakmailag elkülönült szervezet intézi, közigazgatási és munkaügyi bíróság. Akkor, amikor ezt létrehozták, ezen mindenki elgondolkodott, hogy kell-e önálló, vagy nem kell. Úgy döntöttek, hogy nem kell. És szakmailag ki kell építeni, kiépítették, és működik is jól. Ahogy akkor ismerem, pedig nem tudom, Kende Péter nem fogja nekem azt mondani, hogy a politikával nem foglalkozik. Nem is mondom. És egyértelműen az a véleményem, hogy igen, politikai megfontolásról van szó, arról van szó, hogy azok az ügyek, amik az állam, központi hatalom számára a legkényesebbek, azok egy elkülönült szervezethez kerüljenek, és egy külön, a maitól eltérő kvázi kúriájuk. Na de eleve feltételezzük, hogy ott majd olyan bírók olyan döntéseket hoznak, nem ami a hatalomnak tudjuk, megfelelő? Megmondták, hogy így lesz. Hát nem azt mondják, hogy ott is függetlenek lesznek a bírók. Persze, hát hogy függetlenek, persze, mindenhol függetlenek lesznek. De azt megmondták, hogy úgy akarnak oda bírókat toborozni, hogy
elsősorban, és a pontrendszert ehhez át is alakították. Tehát ez megtörtént, hogy elsősorban az lesz a szempont, hogy közigazgatási gyakorlatuk legyen, magyarán a mai főhatóságoknál, minisztériumoknál dolgozók előnyt fognak el élvezni. Tudjuk, jó, és el nem tudjuk képzelni, akik ott dolgoznak, attól, hogy bírókká válnak, attól, hogy mondjam, a függetlenségüket fogják elsődlegesnek tekinteni? A bírói étosz biztos, hogy megérinti őket. Ez biztos. De hogy mi lesz az erősebb, az kiszámíthatatlan. Hogy a lojalitás, a folyamatos lojalitás lesz-e az intenzívebb, vagy a bírói étosz számukra még vadi új érzése, ez ki a fene tudhatja előre. És azt is hozzá kell tennem, hogy sajnos nem lehet megszabadulni attól a rossz érzéstől. Hogy Handó Tündének éppen az volt az egyik érve, hogy 49-hez térünk vissza, amikor volt közigazgatási felsőbíróság. Én is úgy vélem, hogy sajnos 49-hez térünk vissza. Csak nem 49 előtthöz, hanem 49 utánhoz. És ez tragédia. Jogásztársuk Bárándi Péter volt miniszter. Azt mondta 2-3 héttel, olyan 2 héttel ezelőtt itt ebben a műsorban, hogy elképzelni nem tudja, hogy találnak a közigazgatásban annyi bírót, aki megfelel a szakmai igényeknek, és elképzelni nem tudja, hogy találnak elég független bírót, és hogy akarnának. Van elég képzett bírónak alkalmas ember a közigazgatásban? Meggyőződés, hogy nincsen. Nincs. Ebben teljesen egyetértek. Nyilván én ilyen éles jelzőket nem használnék, mint a kollégám, de azért én is azt gondolom, hogy ez, az, hogy valakit bírónak kineveznek, az nem azt jelenti, hogy akkor hónap után ő már mindent fog tudni. Tehát ez nem így működik. Nem véletlenül van a bírói kinevezésnek egy nagyon hosszadalmas folyamata, ami a bíróságon folyik, tulajdonképpen éveken keresztül. Ők most ezt átlépik? Fogalmazó, igen, aztán igen. Titkár, aztán nem pályázik. Nem kell fogalmazónak lenni, nem kell titkárnak lenni, be lehet lépni bírónak. Tehát gyakorlatilag azért majdnem azt mondom, hogy 5 év kell ahhoz, hogy valakiből bíró legyen, szerencsés esetben, és ez alatt végig a bíróságon dolgozik. Ez a főszabály, nyilván vannak kivételek, amikor be lehet lépni kívülről, de ez a főszabály. Nem lehet ezt még a közigazgatási eljárásban sem kivédeni, nem. Hát, hogy biztos, most jól gondolom, hogyha én biztos, egy fiatal pályakezdő jogász vagyok, akkor rögtön a közigazgatásban megyek dolgozni, eszem ágában is bíróságra menni, mert lehet, hogy fél év múlva bíró vagyok. Nem leszek fél év múlva bíró, neki is szakvizsgázni kell nyilvánvalóan, tehát ugyanilyen módon szakvizsga kell neki is ahhoz, hogy bíróvá kinevezzék. Tehát szó sincs róla, hogy ő automatikusan ezt kikerüli, és jó, akkor három év múlva is, nem kell kinev a tárgyalóteremben. Tehát ugyanilyen módon, tehát időben gyakorlatilag lehetséges, hogy ugyanannyi ideig el fog dolgozni egy minisztérium, de ez talán még rosszabb, azt mondom, mert az 5 év alatt ő ahhoz fog szocializálódni. Ott van egy hierarchikus rend, megmondják, mit kell csinálni, mit kell gondolni, mit kell megírni, itt nem mondják meg. Jól értem, hogy egy új pályakép alakul a jogásztársadalomban, igen, ezzel. Tehát, biztos, hogy voltaképpen fel lehet építeni olyan karrierpályát, ami teljesen más, mint az eddigi jogi pályák így voltak. Van. Biztos. Ez mennyire fogja felborítani a teljes rendjét a jogásztársadalomnak? Mentalitásban, gondolkodásmódban teljes egészében fel fogja borítani. És én még aggódnék a szakmai színvonalnak a felborulásában is. Tehát nem véletlenül, tehát önmagában az, amikor a bíráknak a kor határait elkezdték itt feszegetni és levinni. Szóval ez egy borzasztó rossz gondolat, mert a bírói munka bizony úgy azzal jár együtt, hogy minél tovább dolgozik valaki bíróként, annál bölcsebb lesz. Ez nem csak ilyen szlogán vagy népies mondás, ez így is van, tehát nem lehet a 20 éveseket betenni, vagy a, nyilván nem lesznek 20 évesek, 30 éveseket betenni, nulla bírósági gyakorlata, nem lehet kitenni az öregeket ilyen módon. Gatér László, Kende Péter, köszönöm szépen. Köszönjük. Mi is köszönjük szépen.